Két típusa jött létre a szakképző intézményeknek szeptember 1-jével. Ezek az 5 éves technikum és a 3 éves szakképzőiskola. A további változásokról is beszélünk a műsorban bővebben. Előtte nézzük, mivel foglalkozunk még. Üdvözlöm Önöket! Parlagfű szezon, hazánkban is egyre több az allergiás. Fejlesztések Fehérgyarmaton, új piaccsarnok és technológiai bővítés egy konzervüzemnél. Átalakuló szakképzés számos változással indult az új tanév. Továbbra is vezető allergén hazánkban a parlagfű, ráadásul évről évre egyre több a gyomnövény pollenjére érzékeny ember. Fontos orvoshoz fordulni, ha súlyossá válnak a tünetek, a kezeletlen allergiának ugyanis veszélyes szövődményei lehetnek. Köszöntöm a stúdióban dr. Kerényi Ildikót, a megyei és városi tüdőgondozó osztályvezető főorvosát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket is. Mi az, amit tapasztalnak a szakrendelőkben egyáltalán az allergiásoknak? Hány százaléka jut el szakrendelése? Benne vagyunk a szezonban már itt szeptember közepén. Jó néhány éve a szakorvos kezéből kikerült az allergiás betegségnek a kezelése. Ez azt jelenti, hogy a páciensek hozzájutnak a gyógyszerhez szakorvosi ajánlás, javaslat nélkül is. Ez azt jelenti, hogy az allergiások egy jó része általunk a mi szemünk által rejtve marad, és súlyosbítja a helyzetet az is, hogy jó néhány gyógyszer már most szabadon megvásárolható a patikákban, a tévéreklámokban is látható, úgyhogy a betegek magukat kezelik. Holott nagyon fontos lenne első lépésként azt tisztázni, hogy tényleg allergiáról van ez szó, illetve hogy pontosan mire allergiás az ember, hiszen az életmód változtatásával, az allergén kerülésével jó néhány tünete csökkenthető, külön gyógyszeres beavatkozás nélkül is. Milyen veszélyekkel járhat az, hogyha valaki nem a megfelelő gyógyszert kezdi el szedni? Hát először is az, hogy nem tudjuk, hogy mire allergiás. Egyáltalán allergiás-e? Nagyon sok mindent hajlamosak vagyunk most már az allergiára fogni. Tény, hogy nagyon sok az allergiás beteg, civilizációs betegségről van szó, tehát a fejlett országokban tipikus és nagy számban a megjelenése. De hogyha magát kezeli a beteg, akkor nem tudja, hogy mire allergiás, nem tudja, hogy mit kell kerülni, és nem feltétlenül a jószert választva, esetleg egy ilyen zsákutcába fut, és aztán meginog a gyógyszerekbe vetett bizalma, holott egyszerűen csak arról van szó, hogy nem egy szakember által ajánlott neki megfelelőt választott. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a legjobb kezelés a megelőzés. Meg lehet-e előzni magát az allergiát? Ahogy mondtam, ez egy civilizációs betegség. Nagyon fontos, hogy a gyerekek, amikor megszületnek, az újszülöttek anyateljes táplálása, az például az allergiát megelőző momentum az életünkben, de ugyanígy fontos, hogy amikor megszületik a baba, akkor még egy fejlődésen megy át az immunrendszere a későbbiekben is, és hogy az immunrendszerét milyen hatások érik, az nagyon befolyásolja, hogy melyik irányba fejlődik tovább. Azért mondtam, hogy civilizációs betegség, mert jellemzően ez a túl sterilizált környezet, ez az ipari környezet, az, hogy mivel táplálkozunk, illetve hogy milyen életmódot élünk, mennyi benne a mozgás és milyen körülmények között, ezek nagyon befolyásolják, hogy aztán egyik vagy másik irányban fejlődik tovább. Az az immunrendszer, aminek azért a génjeit a szülőktől örököltük, tehát azok a babák, akik allergiás szülőktől születnek, nagyobb hajlammal bírnak az allergiára, bár nem kötelezően allergiások lesznek. Felnőttként is ugyanezeket érdemes tennünk? Tehát az immunrendszerünket karbantartani, bélflórát karbantartani? Igen, ez egy nagyon fontos, amit el szoktunk mondani az egészséges életmódról, tehát hogy egy mértékletes, vegyes, friss zöldségeket, gyümölcsöket tartalmazó táplálkozás mellett egy mozgásos, tehát egy rendszeres mozgást tartalmazó, rendszeres és pihentető és kellően pihentető alvással bíró életmódot folytassunk. Ez a stresszes, túlhajszolt életmód nyilván nem kedvez az ilyen allergiás betegségek szempontjából sem. És ez önmel az aktív korosztály érintett? Sajnos az allergiának igen, ez a nagy jellemzője, bár egészen csecsemőkortól, de az allergiás nátha, mint olyan, az elsősorban a felnőttek, a fiatal felnőttek, tehát már a keresőképesek betegsége,
és nem is feltétlenül a tünetek azok a nagyon súlyosak, hanem az, hogy vele jár, hogy nem tudja kipihenni magát, mert az éjszakáit zavarja, nem tud úgy koncentrálni, nem tud úgy teljesíteni, pedig ezek az emberek azok, akik dolgoznak, akik gépkocsit vezetnek, tehát fontos lenne ez. Koronavírus idején nagyon fontos lenne a differenciál diagnózis. Nagyon hasonló tüneteket produkálnak felső légúti megbetegedések, az allergia, illetve a COVID. Hogyan lehet ezt igazán jól elkülöníteni? Hát ez nehéz kérdés. Ugye a koronavírus betegségnek nagyon szerteágazó tünetei vannak. Van, akinél ugye tünetmentes, van, akinél egészen súlyos, van, akinél ilyen hasmenés, hányás, enterális tünetekkel, és van, akinél légúti tünetekkel. Ahogy mondtam, az allergiás nátha is egy nátha, illetve most jön ez az őszi ködös párás idő, amikor egyébként is a vírusfertőzéseknek az időszaka, szezonja van, úgyhogy igen, az elkülönítés meglehetősen nehézkes az orvosok számára is, ezért szoktuk azt tenni, hogy kikérdezzük a beteget, kikkel találkozott, illetve azokra gyanúsaknál igenis le kell venni a tesztet. Beszéltünk arról, hogy mi a veszélye annak, hogyha nem a megfelelő gyógyszert szedi az ember. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy egyre többen óckodnak a gyógyszerszedéstől. Mi történik, ha valaki nem szed allergia ellen gyógyszert? Hogyha allergiás és tünetei vannak, akkor az immunrendszere az birkózik ezzel a helyzettel, és hogyha ezt nem segítjük, nem kezeljük, illetve hogyha olyan helyekre megy, ahol kifejezetten ki van téve ezen allergén behatásának, akkor ez a birkózás, ez meglehetősen nehéz az immunrendszerének. Ez azt is jelenti, hogy más fertőzésekkel szemben fogékonyabb lesz, illetve hogy felborul az az egyensúly, ami a felső-alsó légutak között is van, és a későbbiekben akár asztma is társulhat hozzá. Azt szokták javasolni, hogy amikor már tudjuk, hogy jön a szezon, akkor érdemes már elindítani a megfelelő gyógyszeres terápiát. Igen, az allergiásoknál azt én a magam részéről is tapasztalom, hogy mindig abban bíznak, hogy az idei év egy kicsit könnyebb lesz, másabb lesz. Ennek viszont az a veszélye, hogyha nem az első tüneteknél a szezon kezdetén kezdik el a gyógyszert, hogy belecsúsznak egy súlyosabb állapotba, amikor már a gyógyszerszedéssel is nehezebb visszafordítani az ő egészségi állapotukat, mint lehetett volna a megelőzéssel. És visszatérve a koronavírusra, mi az, amit javasolni tud, és még mindig a megelőzés, illetve ha már van egy tünet, azért elég csúnyán néznek az emberek egy köhögő, tüsszögő embertársukra. Igen, és ezért is nagyon fontos lenne, hogy azok az allergiások, akik tudják magukról, most, amikor ilyen kicsit kirekesztetnek is érzik esetleg a COVID betegek magukat, ne legyen ez az összetévesztés, az allergiát, ha tudjuk, akkor tudjuk kezelni. Ha kezeljük, akkor nincsenek ezek a tünetek, vagy legalábbis nagyon enyhe formában esetleg áttörik a gyógyszerhatást. Tehát ilyen módon megelőzhető ez a fajta átfedés. Tehát én azt tudom javasolni, hogy az allergiások azok igenis kezeljék magukat, illetve azokat a gyógyszereket, amiket számukra szakorvos vagy háziorvos javasolt, használják, rendszeresen használják, mert ezzel a tünetek megelőzhetők. Hogyan tud most orvoshoz, szakorvoshoz fordulni valaki ebben a járványhelyzetben? Igyekeztünk mindenkit már a tavaszi időszakban is ellátni gyógyszerrel, recepttel. Ezért nagyon fontos lehetőség volt a telemedicinális telefonos megbeszélés alapján felhőbe felküldött receptekkel való ellátás. Erre továbbiakban is van lehetőség a házi orvosoknál. A szakorvosi lehetőséget még most várjuk, hogy meghosszabbítják, de eddig volt rá lehetőség, és igyekeztünk mindenkit ellátni. Nem kellett ehhez feltétlenül ismételten szakorvoshoz menni, hogyha attól félt az illető, hogy esetleg éppen ott a váróban találkozik olyan emberekkel, akiktől megfertőződhet. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel a lehetőséggel élve hozzájut a gyógyszerhez, csak azt használni kell. Mi a helyzet azokkal, akik újonnan fedezik fel magukon az allergia lehetőségét? Hát ott nagyon fontos a részletes anamnézis. Ez nagyon régi fáma az orvosok részéről, hogy egy részletes kikérdezés, anamnézis alapján már szinte a fél diagnózis megvan. Tehát, hogy mikor jelentkeznek ezek a tünetek, szezonálisak-e, jár-e lázzal, fertőzéses jelei vannak-e, vagy tényleg csak az
allergiásnál, ha az tipikusan egy ilyen vizes, orrfolyás, különösebb láz, hőemelkedés és extrakt nélkül, de nagyon kellemetlen, mert szinte folyamatos. Úgyhogy ha mindezt a tünetsort még egy viszketés, könnyezés is kíséri, akkor igen, akkor elsősorban allergiára gondolunk, és akkor természetesen a szakorvosi rendeléseken kerül sor magára az allergiatesztre, ahová beutaló szükséges, időpontegyeztetés, de ebben mi készek vagyunk partnerek lenni. Gondolom, akkor hívni kell telefonon a házi orvost, mindenképpen, és ellátja a tanácsokkal. Így van. Dr. Kerényi Ildikó, köszönjük szépen, hogy mindezt megosztotta velünk ma este. Én is köszönöm a lehetőséget. A helyi kereskedelem ösztönzéséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez is hozzájárul Fehérgyarmat új piaccsarnoka. A több mint 600 millió forintos beruházást múlt héten adták át. A városban egy másik jelentős fejlesztés is megvalósult a közelmúltban, amelynek köszönhetően egy konzervipari cég gyártókapacitása és dolgozóinak száma bővült. A 2 milliárd forintos javarészt technológiai beruházástól a vállalat volumen növekedést vár, és tervei szerint új piacokon is meg tud jelenni a jövőben. Makomecs stílusban közel 1800 négyzetméteres területen áll Fehérgyarmat múlt héten átadott piaccsarnoka. Mivel ilyen létesítmény eddig nem volt a városban, több évtizedes hiányt pótol. Nem felújítunk, hanem létrehozunk valami újat, mely erősíti Fehérgyarmat térségi szerepét és városi rangját. A múlt keddi megnyitón még üresen álltak az árusító asztalok a csarnok zárt részében, amely a folytatásban a helyben előállított termékek piacra jutásának biztosít otthont. A piaccsarnok építésére a területi operatív program keretében pályáztunk, 625 millió forint lett a beruházás vége, 500 millióra lehetett pályázni, de természetesen a 2017-ben benyújtott pályázat ugye az eltelt évek miatt forráshiányosak lettek, így forrásra emelésre volt szükség, ezt pedig a magyar kormány biztosította, közel 125 millió forint többlettámogatást adott a kormányzat, de a képviselőt testületnek is egy 15 millió forintos saját forrás mellé kellett tennie a beruházáshoz. Azt lehet mondani, hogy egy olyan helyi termékértékesítési szintér jött létre, amely időjárástól függetlenül ki tudja szolgálni az itt élőket, illetve a kereskedőket. El lehet mondani, hogy eddig városunkban nyitott piac volt, tehát hóban, fagyban, sárban, vízben kellett az embereknek piaci vásárlásokat végezni. Nagyon népszerű a fehérgyarmati piac, hiszen mi térségközpont is vagyunk, tehát elmondhatjuk, hogy 50 település, közel 38 ezer ember tartozik Fehérgyarmathoz. Természetesen sok olyan szolgáltatás van, amit a város tud nyújtani, kórház, oktatás, és természetesen a piaci vásár is ilyen, és azt mondható el, hogy tulajdonképpen az egész térség Fehérgyarmat központjába, Fehérgyarmati központba jár piaci kereskedelem céljából. Igaz ez a helyi termelőkre, igaz ez a járásban élőkre, és természetesen a városlakókra is. Az átadón az innovációs és technológiai miniszter azt hangsúlyozta, az új csarnok a gazdaság visszaerősödésének is jele, és leképezi azt a stratégiát, amelyet a minisztérium is követ. Ez szavai szerint három dolog jellemzi, a nemzeti, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság. Itt ugyanis magyar termékeket adnak el, a létesítmény hozzájárul a helyi kereskedelem ösztönzéséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez, az épület tervezésénél pedig energiahatékonysági, zöld szempontokat vettek figyelembe. Azt mondták nekem, hogy a piaccsarnok fűtését a hőtermelés és hőnyerés útján megújuló geotermikus energiával biztosítjuk, hőszivattyús rendszert működtetünk, amelyre egy hatékony rendszert jelent olajszondákkal kiegészítve, az udvari térvilágításnak az elektromos energiigényét napelemekkel biztosítjuk, illetve az épület szigetelés, a homlokzat nyilászárók, három réteg üvegézésűek, tehát ilyen értelemben minden olyan szempontot figyelembe vettünk, amit egy ilyen épületnél figyelembe lehet venni. Én azt gondolom, hogy Fehérgyarmat mindig csak a térség gazdasági húzóereje volt, akár egy hosszabb távot tekintünk, akár az utóbbi éveket nézzük. Én azt hiszem, hogy ez az épület ehhez hozzájárult. Az épületet az ünnepélyes szalagátvágás és megszentelést követően vehették birtokba a helyiek. Ez pedig már a Jonakó Kft. Üzemcsarnoka ugyancsak Fehérgyarmaton. Futószalagon érkeznek a megybefőttek a dolgozók kezei közé. A cég az elsők között van az ország konzervipari szereplőinek sorában, mind termelési volumenében, mind technológiáját illetően.
Utóbbi ráadásul a közelmúltban tovább fejlődött. Túlnyomó rész technológiai beruházást hajtottunk végre az üzemünkbe. A technológiai beruházás értéke 1,2 milliárd forint volt. Ehhez jött még építészeti felújítási beruházás, ami egy 300 millió forintos nagyságrend lett. Ehhez támogatást, egy 200 millió forintos munkahelyteremtő támogatást kaptunk, és egy 80 millió forintos bértámogatást. Munkahelyteremtése szintén. Mit tudott fejleszteni a vállalat ebből az összegből? Tehát mi újul meg tulajdonképpen itt az üzemben? Isten igazából mondhatni azt, hogy a teljes gyártósorunknak a 80%-a az teljesen új gépsort kapott, ami ugye mind minőségbe, mind pedig volumenbe magasabb szintekre emeli a céget. Szó volt itt a szennyvíz elvezetésről is, ez, hogyha jól értettem, a tervek között szerepel, hogy azt is modernizálja a cég? Így van, az elkövetkezendő terveink között szerepel egy jelentősebb szennyvízberuházás. Most jelen pillanatban a szennyvízünk a városi szennyvízműre van becsatlakoztatva. A szezonális gyártásunk miatt, illetve a megnövekedett gyártásból adódó szennyvízmennyiség miatt ez modernizálásra szorul. Mit vár a cégettől a fejlesztéstől, akár új piacokon való megjelenés, a bevételek növekedése, mik a célok, tervek? Isten igazából a beruházással kapcsolatban termékpaletta bővítés, volumen növekedés, új piacokon való megjelenés, illetve költséghatékonyság. A cég 2019-ben került a család tulajdonába, azóta 6-szorosára nőtt a konzervgyártó kapacitás, és a tavaly év végi közel 30 főről a szezonális dolgozókat is beleszámolva, nagyjából 300-ra nőtt az itt dolgozók száma. A fejlesztés átadóján a város polgármestere is a munkahelybővítés jelentőségét hangsúlyozta. Az emberek itt tartása, a megélhetés, a bérszínvonal emelése, ez mind nagyon fontos dolog, és ez nem lehetséges úgy, hogyha nincsenek munkahelyek. Ezért is örültünk neki, hogy megvalósult ez a technológiai fejlesztés, illetve a gyár új kézbe került, hiszen egy olyan tulajdonosról beszélünk, aki a térségben született, itt nőtt fel, és itt fejlesztette olyan szintre a magángazdaságát, hogy az példaértékű, hiszen sok száz embernek ad munkát. Én azt gondolom, hogy sok ilyen helyi vállalkozó kell, aki elkötelezett a város, a térség iránt és az itt élő emberek iránt. Egy gombnyomással indította el az új technológiát az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a beruházás kapcsán kiemelte, az élelmiszeripar fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Ha visszaemlékszünk néhány hónappal ezelőtt, azért voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondoltuk, hogy esetleg élelmiszerellátási problémák is lehetnek, hiszen ha élelmiszertípusok külföldről jönnek, akkor egy vírushelyzetben, amikor egyébként a logisztikai láncok nem működnek, gond lehet. Na, ebben a helyzetben az, hogy magyarországi termelők termékei magyarországi élelmiszeripari vállalatok alakítják át egyébként élelmiszerré, és ezeket utána meg tudjuk jeleníteni az áruházaknak a polcain, ennek van stratégiai jelentősége. Ezen túl persze az élelmiszeriparnak kifejezetten stratégiai jelentősége van, hiszen Magyarország azért mégis jelentős mértékben agrárország lenne, és ezeket a termékeket, ezeket versenyképes módon megjeleníteni a külföldi termékekkel szemben. Ezért ez a mai rendezvény, illetve ami történt, ez a beruházás, ezt mind ilyen értelemben alátámasztja. És hát ne feledkezzünk meg arról is, hogy az országnak egy olyan részében vagyunk, ahol a gyümölcstermesztés, de a zöldségtermesztés egy kifejezetten fontos agrárterület. Ezt nem lehet távolra szállítani, tehát itt kell megteremteni az élelmiszeripar feltétele rendszerét, és hát ennek van egy olyan hatása is, hogy munkahelyeket teremt, hiszen nem kell elmenni máshova dolgozni, nem kell elmenni Debrecenbe, nem kell Miskolcra, Nyíregyházára. A kormánynak meg az a dolga, hogy ezt támogassa. Mindenféle módon támogatjuk egyébként az ilyen típusú beruházásokat. A jelenlegi beruházás is kapott egy 200 millió forintos támogatást. Én szerintem többet is el lehet érni egyébként erre. A tárca vezető hozzátette, számos támogatási formát készítenek elő az élelmiszeripar területén. Közel 7000 tanuló kezdte meg tanulmányait a 2020-21-es tanévben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben. Az új szakképzési törvény számos új lehetőséget biztosít arra, hogy iskolái révén a centrum gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a munkaerőpiaci igényekre.
Mintegy 130 az oktatást érintő jogszabályt és rendeletet írtak át az előző hónapokban, annak érdekében, hogy stabilizálják az eddig két pillére nyugvó rendszert. Saját szakképzési rendszert hoztak létre, az átalakítás részleteivel kapcsolatban pedig a területért felelős helyettes államtitkár tavasszal országjárásba kezdett. Márciusban Nyíregyházán is tájékoztatta az érintett iskolaigazgatókat, kancellárokat az aktuális feladatokról. Pölöskei Gábornit akkor az átalakítás okairól kérdeztük. Sokkal rugalmasabb szabályozásra volt szükség a szakképzésbe, azért mert a duális képzésnél szükséges, hogy a gyerekeket nagyobb időegységekbe adjuk oda a vállalkozóknak, tehát egy ilyen tömbös kihelyezése. Nem értelmezhető a 45 perc gyakorlatilag így a szakképzésbe, mint ahogy a tanároknak a heti 22 órás vagy 22 kötője 26 órás órakerete sem értelmezhető, hiszen ezért inkább éves órakeretben gondolkodunk mi, hiszen nagyon-nagyon ingadozó az iskola és a vállalat közötti képzésnek az idő eltolódása. A helyettes államtitkár hozzátette, tartalmi oldalról is rugalmasabbá válik a szakképzés rendszere. A szakképzésbe a jövőben bekapcsolódó tanulók számára pedig több lehetőség nyílik a rendszer átalakításával. A cél, hogy pozitív üzeneteket továbbítsanak feléjük, hogy lássák, megvan a karrier lehetősége a szakképzésben is. A technikum esetében az, hogy 5 éves technikus képzés lesz, ott összekötöttük az érettségit és a technikus bizonyítványt, tehát gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, az egyik érettségi tantárgyat kiváltja maga a technikusi oklevél. Nem is akárhogyan, emelt szintű érettségi tantárgynak fog számítani maga a technikusi oklevélnek a megszerzése. A másik lehetőség, hogy azért a nyelvi óraszámok az nálunk ugyanúgy vannak, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvet kell tanulni. Ez viszont végig, tehát ezt a 5 évig fogja tanulni ugyanazt a nyelvet, azt gondolom, hogy nagy eséllyel meg is fogja ezek után tanulni. Az átalakítás alapjául szolgáló mintákat egyébként nyugat-európai országokból vették, ahol jóval többen tanulnak szakképzés keretében. Idehaza az előző tanévben 40% volt a gimnáziumban tanulók aránya, ezt szeretnék a jövőben 20-30% közé csökkenteni, hogy helyette mind többen válasszák a szakképzés rendszerét. Az a lényeg, hogy alternatívák legyünk a gimnáziumnak, és a mérnökképzésnek az előszobája legyen a technikusság. Tehát ebben az esetben akár jobban össze tudjuk kötni egyébként az egyetem és a technikusi képzést is, jelenleg is dolgozunk ilyen pilotton, és így akár rövidebb idő alatt is el lehet végezni az egyetemet. Nagyon sok lehetőség van a szakképzésben, ezeket a lehetőségeket most szabályozás szintén is megteremtettük. Hogy a Pölöskei Gáborné által márciusban elmondottakból szeptemberre mi valósult meg, vagy mi változott tavasz óta az elképzelésekkel kapcsolatban, hogyan indult az átalakuló szakképzés első tanéve Nyíregyházán? A következő percekben ezekre a kérdésekre is keressük a választ. Köszöntöm a stúdióban Gurbánné Pap Máriát, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mondhatjuk, hogy egy teljes paradigmaváltás történt a szakképzés területén, hiszen ez az új szakképzési törvény nem egy ráncfelvarrás, hanem egy teljesen más alapokon nyugvó új megközelítés. Igen, hát a felvezetőben is itt elhangzott, és helyettes államtitkár asszony elmondta, hogy nagyon sok előzménye volt ennek, és hogy nagyon sok új lehetőséget biztosít a új szakképzési törvény. Én azt gondolom, hogy itt helyben azt kell megtalálnunk, hogy ezeket a lehetőségeket hogy tudjuk kihasználni, kiaknázni. Eddig is az volt a feladatunk, mint szakképzési centrumban, hogy itt helyben a térség igényeinek megfelelően, az itteni gazdálkodó szervezetek igényeinek megfelelően jó szakembereket képezzünk. Továbbra is ez a feladatunk, csak másban, tehát elhangzott, hogy sok mindenben megújul a szakképzés tartalmában, szerkezetében, módszertanában, támogatási rendszerben. Azt, hogy ezt mi mennyire jól tudjuk kihasználni, felhasználni, az rajtunk múlik. És hát valóban már itt tavasszal, sőt én azt mondom, hogy már tavaly tanévkezdéskor elkezdtük előkészíteni az idei tanévet, hiszen ez egy nagyon fontos mérföldkő az életünkben, mert mindaz, amit eddig terveztünk, most a valóságban kell megteremteni. Én úgy gondolom, hogy a munka eredménye az megvan. Örülök annak, hogy vagy körülbelül közel 1809-es most elkezdi a tanulmányait, és már az új iskolatípusokban.
ahogy az államtitkár asszony is hangsúlyozta, ez egy rendkívül rugalmas rendszer. Igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 14-15 évesen a 8. osztály után valaki úgy dönt, hogy ő szakképzésben szeretne részt venni, akkor az első 1-2 év az tulajdonképpen mindenkinek egyforma, és utána választhat akár a szakmák közül is, illetve azt is eldöntheti, hogy ő a technikusi képzésbe fog tovább haladni, vagy 3 év után szerez egy szakmát és elmegy dolgozni. Én a rugalmasságot a szakképzés teljes rendszerére értem, tehát én valahogy úgy fogalmaznék, hogy ha egy cég oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy neki villanyszerelőre van szüksége, akkor mi nem utasíthatjuk el, és meg kell találnunk, hogy hogyan fogunk tudni neki villanyszerelőt képezni, és nem csak a általános iskolát végzettekről gondolok itt, hanem a felnőttek oktatására is egy teljesen új rendszer alakult ki. Én most először arról beszélnék, hogy ha általános iskolás tanulópályát akar választani, akkor miért érdemes hozzánk jönni a Centum szakképzőiskoláiba, technikumaiba. Igen, valóban két iskolatípus jön létre, a szakképzőiskola és a technikum, és ahogy a felvezetőben is elhangzott, a szakképzőiskola az kifejezetten arra koncentrál, hogy jó szakembereket, jó köműves mesterembereket képezzünk, és ez a 3, amelyet ő ott tölt az iskolapadban, illetve hát azt is hallottuk, hogy csak részben tölt, mert az elméletet azt a iskolában fogja megtanulni, de azt szeretnénk, ha minél több időt töltene el valóban a cégeknél, élő munkakörnyezetben és egy mestertől, szakoktatótól tanulná meg ezeket a szakmákat, és a technikus, aki azt gondolom, hogy eldöntheti majd a képzés végén, hogy ő egy jó középvezető szeretne lenni, vagy felsőoktatásba szeretne menni, és mindkettőjüknek nekünk megfelelő szintű tanulási utat kell kijelölnünk, és segíteni kell őt abban, hogy valóban ez történjen. Ugye széles ágazati alapoktatás történik mind a kettőbe. A szakképzőiskolában 1 évig, a technikumban 2 évig. Ha különbontom és a szakképzőiskoláról beszélek, akkor itt 1 év alatt kell megismerkedni az ágazathoz tartozó szakmákhoz az alapvető dolgokat megtanulni, ő ezt követően egy ágazati alapvizsgát fog tenni, és itt választ konkrétan szakmát, és itt kerül ki majd ő szakirányú kutatásban cégekhez gyakorlatra, ahol ugye már munkaszerződést, szakképzési munkaszerződést köt vele a cég, és ő ott fog, amellett, hogy megtanulja a szakmát, gyakorlatilag már dolgozik, és ő itt ugye a munkaszerződéshez kapcsolódó juttatásokat is meg fogja kapni. És ugye itt fog kapni a végén, ő itt szerzi meg a szakmát, itt fogja megszerezni az ezzel járó bizonyítványát is. A technikusnál ott ez az ágazati alapoktatás 2 év, itt is ágazati alapvizsgát tesz a képzés végén. Én nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy közismereti tantárgyakat a gimnáziumi kerettantárnak megfelelően fog tanulni, tehát ugyanúgy tanulja, mint egy gimnazista, és átjárhatóságot is tudunk biztosítani. Ő is a 10. év végén fogja eldönteni, hogy mit válasz, ő milyen technikus szeretne lenni, és azt követően pedig 12-ben úgynevezett előrehozott érettségit fog tenni, magyarból, matematikából, történelemből. Elhangzott a felvezetőben, hogy ő technikusként fog vizsgázni 13. évfolyamon, és ez a technikusi oklevél gyakorlatilag kiváltja a szakmai tantárgyat az érettséginél, és ugye ez emelt szintű érettségének számít, ami a továbbhaladást, illetően a felsőoktatásba jelent neki előnyt, és ugye 13-ban fog szakmai idegen nyelv, tehát idegen nyelvből is akkor érettségizik. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor halljuk a cégektől, hogy nincs idegen nyelvet, jól beszélő, jó középvezető. És akkor amikor egyszerre megkapta az érettségi bizonyítványát, technikus oklevélt, akkor eldöntheti, hogy ő egy jó középvezetőként szeretne elhelyezkedni, vagy pedig megy a felsőoktatásba, ahol eleve már egy előnyt jelent neki ez az emelt szintű érettségi. Illetve hát arról beszéltünk, hogy rengeteg lehetőség van, és itt helyben kell megtalálnia azt, hogy hogyan valósítjuk meg. Mi most több egyetemmel is kapcsolatban vagyunk, és a Nyíregyházi Debreceni Egyetemmel, az egészségügyi főiskolai karral is azon dolgozunk, hogy a szakképzési törvény adta lehetőségeket, például, hogy tudjuk kihasználni azt, hogy
hogy okleveles technikusi képzést indítsunk be. Ugyan arra is lehetőség van, hogy együttműködve az egyetemi oktatókkal, akár együtt tanítva bizonyos tantárgyakat megállapodunk, mi az, amit ők be tudnak számítani, akár 30 kredit előnyt is jelent ez a továbbtanulásnál. És hát, hogy például eddig is úgy beszéltünk a bankiról, mint a mérnökképzés előszobája, akkor azt gondolom, hogy ezt már tudjuk tenni, de nagyon sok területen, tehát most a turisztika vendéglátásról beszélünk, hogy Nyíregyházának mennyire fontos, vagy Nyíregyháza vegyipari központ, és akkor ezt a területet kellene szorgalmaznunk. Hányféle szakmát választhatnak itt a megyében? Igen, tehát az is egy nagyon fontos változás, hogy ugye eddig volt az OKJ-ként ismert szakmai jegyzék, ahol több mint 300 egy nehány szakma volt, most ez leszűkül, és egy 164, illetve most már 175 alapszakma van, amelyet választhatnak, de ugye az előbb mondtam, hogy a felnőtt oktatás is egy óriási lehetőség, a felnőttek oktatása. És szükséglet is. És szükség, igen, így van, és nagyon meglepő, hogy milyen sokan igényt tartanak erre, és akkor itt még van egy plusz lehetőség, hogy itt mostantól kezdve ugye mindenki szakmát még eddig nem tanult, tehát mindenkire igaz az, hogy két szakma az teljesen ingyenes, sőt, munkaerőpiaci képzés esetében egy szakképesítés is ingyenes, és hogyha visszatérünk, akkor erre a 160-175 szakmára, ezeket iskolatípusban, vagy iskolákban, technikumban, szakképző iskolákban oktatják, de továbbra is lehetőség van arra, hogy bárki, aki bejön hozzánk, egy előzetes tudás beszámításával felnőttként bekapcsolódjon a képzésbe. Ez az előzetes tudás beszámítása, ez akár 40%-a is tönkethető, tehát ugye eddig mi csináltuk a felnőttek oktatását két év alatt, ez azt jelenti, hogy ha ő bejön és egy előzetes tudás, vagy az előző bizonyítványai, vagy tényleg egy mérés, egy kompetencia mérésnél bizonyítható, hogy beszámítható az előző tudás, akkor ez lerövidíthető. Nagyon sok olyan cég van most, akivel együtt működünk már ebben, mert van olyan kollega, aki betanított munkásként dolgozott nála, de mondjuk nem volt megfelelő végzettsége, akkor velük együttműködve ők biztosítják a gyakorlatot az elméletben együtt gondolkodva, mert az is egy fontos változás, hogy nem választjuk szét mereven az elméletet a gyakorlattól, akkor nagyon sokan rövid idő alatt szerezhetnek szakképesítést, és megszerezhetik a szakmáról a dokumentumokat, és remélem, hogy a tudást, hiszen együtt a cégekkel remélem, hogy jó szakembereket fogunk képezni. Gurbánné Pap Mária, tudnánk még erről beszélgetni, azt gondolom, de sajnos el kell, hogy köszönjek. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!